Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A hit és a remény gyertyái után már az öröm lángja is meggyúlt. Örömünk az, hogy már túl vagyunk advent második felén. Örömünk az, hogy egészen közel van már a karácsony Krisztus születésének ünnepe. Az örömről mindig jó beszélni, de az örömről mégiscsak árnyaltan tudunk szólni, hiszen az örömünk nem egyedülálló. Az öröm mellett rengeteg más nehézség, fájdalom és árnyék is sötétíti életünket. De most mégis arra kell tekintenünk, hogy múlik a sötétség, és már egészen közel van a világosság. Egy idős házaspár története jut eszembe, amely Lukács evangéliumában áll. Simeon és Anna története. Idős korú emberek voltak, és az úr angyala azt ígérte nekik, addig nem fogják elhagyni ezt a földi világot, amíg meg nem látják a messiást, a megszületett Krisztust. És valóban várakoztak a templomban, és ekkor jött el annak az ideje, hogy Mária és József Jézust elvitték a törvény szerint a templomba, hogy bemutassák az úrnak, és ekkor magukhoz ölelték a gyermeket. Nagy volt az örömük. Az új szövetség egyik legszebb himnusza eképpen szól, a Nun Dimictis. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint, mert meglátták szemeim üdvösségedet, melyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Örömük felhőtlen. És az öröm hozzá tartozik ahhoz is, hogy ezt megosszuk. Csak önmagába az embernek nem lehet öröme. Közösségi lényként teremtettünk minnyájan, és az örömhöz hozzá tartozik a másik is. És az öröm és a másik ember közötti kapcsolat egyik segítő eszköze lehet az ajándék. Úgy, ahogy megajándékozzuk egymást egy-egy jó szóval, úgy, ahogy a negyedik gyertya, immárom a hit és a remény gyertyái után az öröm lángja is beragyogják akár a Dunajvárosi lakások otthonát, ugyanúgy az ajándék hozzátartozik egy-egy születésnaphoz, hozzátartozik a karácsonyhoz is. De nem vagyunk egyformák, és ajándékaink sem lehetnek egyformák. Pálapostól a korintusi levélben, az első korintusi levél 12. fejezetének Negyedik versében így ír ezekről az ajándékokról. Nagy örömmel teszi ezt természetesen. A kegyelmi ajándékok ugyan különbözőek, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Igen, te is tudsz ajándékozni. Mindenki tud valamit adni. Még akkor is, hogyha úgy gondolod, hogy nagyon szegény vagy, de lélekben gazdagok lehetünk. És ez fordított esetben is állhat. Akinek már annyi mindene van, hogy nem tud mit kezdeni vele, de lehet, hogy nincs egy jó szava a kollégájához. Beosztottjához, szomszédjához, az mégis nagyon szegény lehet. Isten elküldte fiát, Jézus Krisztust, és a lélek így általa is gazdagát tesz bennünket. Mindenkihez lehetünk ő, kedvesek, mindenkihez lehet egy-egy jó szavunk, és mindenkit meg tudunk ajándékozni saját lényünkkel. Meg tudjuk őt ajándékozni a hit és a. Szeretet a reménység és az öröm fényeivel. Ezeket jelzi az adventi koszorún a gyertyák fényei. Most három szót szeretnék ö, átadni üzenetként, ajándékként. Így advent harmadik vasárnapján három szó boldogítsa életünket. Egy házas pár boldogságban élt, ám az asszony egy idő után egyre szomorúbb lett mély depresszióba esett, és nem tudtak rajta segíteni. Szerető férje már minden segítséget megpróbált, elvitte orvoshoz, lelki szakemberhez, pirulákat is adott neki. Próbáltak levegő változást kieszközölni, elutaztak a tengerhez, elutaztak a helyekbe, de semmi sem segített. Szeretett felesége, egyre mélyebb depresszióba süllyedt, csak szomorkodott, szomorkodott. Egy nap azonban mégiscsak gyógyító szó érkezett a szerető férj szívébe. Reggel, mikor felébredtek, odament hozzá, kedves mosolyjal, és csupán ennyit mondott neki. Én a tiéd vagyok. És az asszony szeme felcsillant, réveteg, semmibe néző tekintete, fényt és melegséget sugárzott, és megértette azt, hogy férje mindent megtett bár korábban azért, hogy őt meggyógyítsa, hogy őt visszahozza a családi élet valóságába, de mindez csak akkor ért valamit, amikor megértette az asszony, hogy nem azért élünk, hogy magunk építsünk valamit ki magunk körül, hanem azért, hogy a másik örömét szolgáljuk. Igaz ez a házastársakra, nekem az a feladatom, hogy az ő boldogságát, az, én örö, az ő örömét szolgáljam. Igaz ez a családokban, igaz ez iskolákban, munkahelyünkön, igaz ez a településen, ahol élünk. Az elmúlt hetek, hónapok időszakában azt látjuk, hogy rengeteg önkéntes munka van a városba, a lombot összetakarítják, szemetet szednek és gyűjtenek. Mindez nem azért van, hogy van, akinek a dicsősége még fényesebben ragyogjon, hanem azért, mert ez örömöt okoz számunkra. Ajándék az, hogyha egy szebb, egy békésebb, egy otthonosabb környezetben élhetünk. És ez mind azért van, mert az ember életének egyik fontos feladata, hogy a másik örömét szolgáljuk, hogy a másikat megajándékozhassuk hogy egy tanítónéni is az iskolában a gyerekeket arra kérte, hogy kiki készítsen ajándékokat. Különféle ajándékok készültek, kisebbek és nagyobbak, színes csomagoló papírba burkoltak és fényesek. Még az egyik kis gyermeknél csak egy pici kis öklömnyi csomag született. Mi azt kérdezte tőle a tanítónéni? Kibonthatom, hiszen az összeset a tanítónéninek készítették. És benne egy csodálatos kagyló volt amelyre az volt írva, ez az én szívem ajándéka. Tanító néni meghatódott, és azt mondta, ezt olyan helyre fogja tenni, amit mindig nagy becsben hordoz majd. Ahogy fontos az az életben, hogy ne csupán a magunk örömét keressük, hanem a másikét is. Mi kell ahhoz, hogy igazán boldog legyél? Mi kell ahhoz, hogy az életed Örömteli legyen. Kérdezte ugyanez a tanárnéni a gyermekektől. Sokan sokféleképpen fogalmazták ezt meg. A papírokon ilyen fogalmak, szavak voltak találhatóak, mint hatalmas ház, nagy autó, sok pénz, kincs és gazdagság, barátok, egészség, világlátás, kirándulások, utazások. Még nem mindenre azt mondta a tanítónéni, persze ezek is nagyon szép és klassz dolgok, de egy valami hiányzik. Hiányzik az egészből a másik ember. Mert mindezeknek csak akkor ülünk igazán, hogyha a másik ember számára is meg tudjuk mutatni, a másik ember számára is ez dicsőséges és értékes. Pál Apostol itt azt írja a korintusi gyülekezet tagjainak, hogy különféle ajándékaitok vannak. De a lélek ugyanaz. Van, aki bölcsességet kapott, valaki szorgalmat, valaki hitet és erőt, szaktudást, hogy éppen ezekben a hónapokban is, betegágy mellett kórházban tudjon szolgálni, gyógyítani és ápolni. Ezt nem mindenki tudja megtenni. Gondoljunk őrájuk és nagy szeretettel, ajándékos lélekkel. De mindehhez az ajándékhoz szükség van a másik emberre, arra a másikra, aki te érted él. Ahogy egy családi ház otthonában, a napaliban egy érdekes fadarab volt a nappaliban főhelyen. Minden egyes vendég, aki megérkezett a házba, megkérdezte, hogy ez micsoda. És mindenkinek elmesélte a történetet az ott lakó. Amikor kisgyermek voltam, és advent időszaka volt, befagyott a tó. Nagypapámmal mentünk a tóra. Nagyon vonzott a jég, tisztasága, és az, hogy lehet rajt csúszkálni. Nagypapám óva intett, vigyázz óvatosan, mert beszakadhatsz. De én már szaladtam is a tó közepe felé, és megtörtént a baj. Beszakadtam a tóba. Nagypapám teljesen oda volt, szeretett volna kimenteni, de tudta jól, ha utánam jön, akkor mind a ketten bajba kerülünk. Ezért egy közeli fáról egy hosszabb ágat tört le, és azt nyújtotta felém hasalva, igen. Ennek segítségével valahogy kimásztam a fagyott vízből. Nagyon megrémültünk mindketten, gyorsan haza kísért, és egy kát forró víz már felettette is a fájdalmat, felettette is a hideget. A nagypápám azonban másnap kórházba került. Nagyon megviselte a történet, és nem sokkal később szívrohamban elhunyt. Egészen biztos, hogy ez az életmentő, izgalmas, önfelett és önfeláldozó tette, akarta azt, hogy én életben maradjon. és járult ahhoz, hogy aztán ő életét veszítse érettem. Másnap visszamentem, miután nagypapám halálhíre érkezett oda a tópartra, és megkerestem ezt a fadarabot. Elhoztam, és mindig, amikor látom, ez jut eszembe. Ezért van sokunk otthonában egy olyan kis tárgy, amely szintén fából készült, amely erre az önfeláldozásra emlékeztet bennünket. Advent harmadik vasárnapján Krisztusra tekintünk aki életét ajándékozta minnyájunkért, hogy nekünk is hitünk, reményünk, ma örömünk és szeretetünk legyen, nem csak karácsonykor, hanem örökkön örökké. Amen. Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrize szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.